Nézzük a támadást. Szabó, jó a lövés! Nagy védés! Nézzük a szögletet. Ruber ballal. Jó a fejes! Gól! Kis Norbert! Lehetett látni, hogy nagyon jó ütemben ugrott fel erre az igen pontos beadásra. És a fejes góljával megszerezzük a vezetést. Bravo, fiúk! És most ott van az üres terület, Sós előtt. Sós meg is kapja, bent jár a büntető területen, belül beadja középre, és kezdezés, igen. Gazdag a labda mögött, és védi a kapus. Megvan, Gazdag. És szépen üti ki, nincs eles. Szabó beléphet a védő elé. Ó, nem túl gyors Szabó, és aztán mellé rúgja. Pécsi is egyébként felfelé játszik. Ó, és most kapunk egy gólt. Nagyon szép honvéd támadás végén. Ahogy mondtam már az imént is, egy kicsit fáziskéséssel követjük az eseményeket, és bizony-bizony néhány érintő után kiegyenlít a honvéd. Demeter is lemarad. Keresi, nem lépünk ki rá. Érkezik ember lendületből. És 11-es. Talán megkönnyörül a játékvezető, csak sárga Hafnernak, akinek már volt egy... Igen, kiállítja a játékvezető. Kovács Dominik a labda mögött. Nagyon határozott. 1-2. Gyerünk, fiúk! Ne adjuk fel! Van még 20 perc. Örülünk, hogy végre 90 percet a pályán tudtál tölteni. Kár, hogy ez most nem párosult győzelemmel. Igen, én is örülök, hogy vissza tudtam térni teljes meccsen. Ugye ez volt az első teljes meccsem a vírus után, de hát sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Nagyon szép volt a gólpasszod, szögletből sikerült megtalálni a Nonót. Ebből is lehetett volna még egy vagy kettő, ne? Hogy látod? Hát igen, ez azért magamban begyakorolt fajta, de örültem volna, hogyha még egy-kettő beakadt volna. Mi hiányzott a második fél időben? Elfogyott a szufla? Hát ugye 70. perc környékén kaptunk egy piros lapot, ami megpecsételte a meccsnek a végét, de hát ezt nem lehet arra fogni, a Honvéd jobb megérdemelte szerintem a győzelmet a végén. Hát igazából első fél időben talán, ha mi jövünk be 3-0-al, akkor azt mondom, hogy ott a Honvédnak nem lehetett volna nagyon mit mondani. A második fél idő meg hát átvette a Honvéd, volt egy olyan 20 perc, ahol ők nagyon nyomtak, és ezzel a helyzettel nem tudtunk mit kezdeni. Majd a kapott gólra kaptunk rögtön egy gólt, ez ilyenkor mindig megpecsételi egy csapat sorsát, plusz kiállítás, tehát többszörösen sújtott minket a dolog. Nézd, a Honvéd most eljött egy MB3-as U19-es vegyes csapattal, mi meg egy U19-es, U17-es vegyes csapattal álltunk fel. Én azt gondolom, hogy a játékosok előtt le a kalappal. Nyilván hibáztak, sokan, nyilván voltak olyan dolgok, amit máshogy kéne csinálni, de ez egy speciális helyzet. Talán, ha valaki valahol felelős kell keresni, azok mi lehetünk, valamit nem úgy, vagy nem azt kérhettük tőlük, amit kellett volna ebben a helyzetben, de mi is úgy gondoljuk, hogy a jót próbáltuk, egyeztettünk a videóelemzővel folyamatosan telefonon, tehát én azt gondolom, hogy most itt majdnem, hogy mindenki megtette, amit tudott, hogy mi múlik egy ilyen mérkőzés, hát ilyen nüanszokon, ilyen apróságokon, hogy nekünk is be kellett volna rúgnunk a 11-est, és akkor megint más a mérkőzés.